Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm a meghívást. Szeptember 27-én került sor a helyi időközi önkormányzati választásokra, ahol ön a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjeként indult, és a szavazatok több mint 90%-át szerezte meg, amelyhez ezúton is gratulálunk. Köszönöm szépen. Hogyan értékeli pár nap távlatából ezt az időszakot? Többen többféleképpen értékeltük. Nyilván az egyik oldal megelégedésére, a másik oldal nem annyira megelégedésére, de induljunk ki természetesen a saját gondolatainkból. Én először is köszönöm azoknak, akik a választás napján vették a fáradtságot, elmentek a szavazófülkékbe, elmondták véleményüket, és hát külön köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal. Fontosnak tartom azt, hogy elmentek, elmondták azt, hogy ők hogyan gondolják Karcag jövőjét. Azt, hogy ilyen nagy százalékban gondolták úgy, hogy azt az utat velem kell folytatni, ezt külön köszönöm mindenkinek. Természetesen köszönöm mindazoknak, akik bármilyen formában részt vettek az előkészítő munkában, magában a kampányban. Ami engem teljes egészében megnyugtatott, az, hogy a szavazat szám az meglehetősen magas volt, én legalábbis azt gondolom, hiszen egy időközi önkormányzati választáson közel hasonló szavazat számot tudtunk elérni, mint amelyet egy országos választáson ugye egy évvel ezelőtt, hiszen 4100 szavazat volt, ha jól emlékszem, a 2019-es önkormányzati választáson, most pedig több mint 3600-an mentek el, és gondolták úgy, hogy velem képzelik el Karcagváros jövőjét. Ez mindenképpen számomra megnyugtató, és azt gondolom, hogy egyfajta megerősítést is jelent, hogy jól csináljuk, jól gondoljuk, és hogy menjünk tovább ezen az úton. Melyek voltak ennek a rendhagyó átmeneti időszaknak a legfőbb feladatai? Nagyon nehéz időszak volt, azt kell mondanom, ugye több okból is, hiszen azért egy nagyon, nagyon szomorú és nagyon sajnálatos haláleset történt, amely azt gondolom, hogy nem csak bennünket képviselőket, hanem a város teljes lakosságát is teljes egészében hirtelen érte és megrázta. Erre tetéződött egy vírus helyzettel, ami eddig nem volt az életünkben, tehát olyan feladatokat kellett megoldani, amely egyébként is nehéz volt, és hát ezek között a körülmények között kellett dolgozni. Én azt gondolom, hogy mindenki óriási erőfeszítést tett arra, hogy zökkenőmentes legyen a város élete. Azok a döntések, azok a halaszthatatlan és nagyon fontos döntések természetesen megtörténtek, a munka zajlott. Köszönet ezért mindazoknak, akik vitték a város ügyeit. Nyilvánvaló, hogy a vírus helyzet miatt egy-két olyan fontos és a tovább lépéshez elengedhetetlen feladat azért váratott magára, amelyet közösen kell megbeszélni, amelyet nem lehet internetes felületeken, online módon, hiszen kölcsönös megegyezésen, egyeztetésen alapul. Ezek a kérdések egy picit váratottak magára. Én azt gondolom, hogy itt kell majd utolérni magunkat egy picit. Október 9-én a Városháza dísztermében került sor a mandátumátadásra, átvételre. Ez egy hatalmas feladat, kihívás, ahogy a beszédében is elmondta. Hogyan értékeli, milyen feladatok vannak ilyenkor, milyen elképzelései vannak egy polgármesternek, aki ekkora nagyszámú, ilyen arányú felhatalmazást kap? Igen, én úgy érzem, hogy az út jó. Tehát az, amelyet kijelöltek az előttem lévő polgármesterek, ugye Fazekas Sándor polgármester úr 30 évvel ezelőtt, szinte napra pontosan október 15-én volt az első szabad önkormányzati választás. Tehát az az út, az irány, az jó. Ahogy mondtam pénteken, és a Dobos László polgármester úr vezetésével ez az irány folytatódott tovább. És mindenképpen el kell azt mondani, amikor én átveszem a mostani hivatalt, amely nyilván folyamatban van, akkor egy év munkája már lezajlott. Tehát azok a fejlesztések, amelyek az elmúlt egy évben elindultak, hozzákezdtünk természetesen közösen, hiszen a képviselőtestület közösen döntött ezekről a fejlesztésekről, ezekről az irányokról,
azok folyamatban lévő ügyek. Természetes az, hogy más a mentalitásunk, más az életritmusunk, tehát ennek megfelelően természetes, hogy én egy picit másképp képzelem el, de ezek a fejlesztések, ezek az irányok, ezek azért meghatározottak. Lehet közben egy picit mozogni a határok között, és természetes is, hogy kell, hiszen az élet folyamatosan más-más kihívás elé állít bennünket. Egy vírus helyzettel meg még nehezebb, de azt gondolom, hogy maga a technológiai fejlődések, a különböző lehetőségeink egy-egy pályázatban évről évre, hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is mások, és ezekhez alkalmazkodnunk kell. Ezeket kell előtérbe vennünk, átvizsgálnunk, és ennek megfelelően folytatni a munkánkat. Tehát óriási változás, én azt gondolom, hogy nem lehet, nem lesz, de biztos, hogy azok az elképzelések, amelyek eddig esetleg az én gondolataimban meg sem jelentek, nyilván vezetőként másképp kell ezekhez a dolgokhoz viszonyulni, hozzáállni, és hát nyilván megpróbálni ezeket úgy megvalósítani, hogy az a város lakosságának a megelégedésére szolgáljunk. Adódik a kérdés akkor, hogy melyek az elkövetkezendő év tervei? Természetes, ahogyan mondtam is, hogy a fejlesztéseket folytatni kell. Be kell fejeznünk azt a megkezdett munkát, amelyet nem csak egy évvel ezelőtt, hanem azért vannak olyan pályázatok, amelyek évekre visszanyúlnak. Nagyon hosszú egy nagy beruházásnak az előkészítése. Főleg a pályázati forrásból próbáljuk megvalósítani, ugye meg kell írni a pályázatot, végig kell gondolni, meg kell írni a pályázatot. Közbeszerzési eljárások, nyilván azoknak a módosításai, a terveket az élethez kell igazítani, vagy a meglévő forrásokhoz kell igazítani. Tehát ezek több éve elkezdett fejlesztések, pályázatok, amelyeket mindenképpen be kell fejeznünk, hiszen azért látható jelei is vannak a városban, gondoljunk csak a piaszcsarnok megépítésére, a barnamezős beruházásokra, azokra a turisztikai fejlesztésekre, amelyeknek egy része már elkészült. De ha nem csak az önkormányzatról beszélünk, hanem az állami intézményekről, akkor ugye az iskola felújítások, a bölcsőde, az óvodák felújítása, mind-mind elkészült, folyamatban lévő, vagy következő feladat. Tehát ezeket mindenképpen folytatni kell. Azt gondolom, hogy nagyban befolyásolja a vírus lefolyása, a pandémiás helyzet, hiszen a másik nagyon fontos az a rendezvények, hiszen a város egy közösség, ennek a közösségnek össze kell tartani. Ez nyilván azokon a rendezvényeken lehetséges, amelyeket meg tudunk tartani. Hogy ezek melyek lesznek a következő hetekben, hónapokban, ez még nagy kérdés előttünk, de természetes, hogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ezt a közösséget egybe tudjuk tartani, sőt a lehetőségeinkhez képest még jobban formálni. Milyen felületeken, fórumokon keresztül szeretnék kapcsolatot tartani a város polgáraival? Szeretném, hogy egy kicsit nyitottabb lenne a polgármesteri élet, az a munka, amelyet én, illetve a kollégák, a képviselőtestület, vagy akár a hivatali dolgozók is folytatnak. Tehát mindenképpen szeretnék egy picit nyitni a lakosság irányába. Én azt gondolom, hogy az én személyiségem eddig is olyan volt, hogy bárhol, bármikor megálltam bárkivel, szívesen elbeszélgettem, meghallgattam a tanácsait, ötleteit, nagyon sok olyan ötletet meg tudtunk valósítani, ami egy egyszerű utcai beszélgetésből lett aztán mondjuk egy országos szintű rendezvény. Én ezen a jövőben sem szeretnék változtatni, és hát nyilván ki kell használnunk a technikát, a lehetőségeket, az internetet, ki kell használnunk a városi televízió műsorát, tehát azt gondolom, hogy elérhető vagyok telefonon, interneten, Facebookon, és hát nyilván a televízió képernyői előtt is, hiszen nem titok, hogy van egy olyan közös műsor ötletünk, ahol egy picit interaktívan tudjuk majd a televízió képernyői előtt is megszólítani a város lakosságát. A következő önkormányzati választásokra, polgármester úr, milyen karcagot képzel el? Én egy olyan karcagot képzelek el a választásra is talán, de a jövőben meg még jobban, ahol mindenki szeret élni, ahol jó karcaginak lenni, ahova jó karcagiként visszajönni. Egy olyan erős közösséget, amely büszkén hirdeti, vállalja azt, hogy ő karcagi. Nyilván ez szükségesek a fejlesztések, szükségesek a tovább lépések. De az, hogy valaki karcagi, az eddig is egyfajta belső érzés és belső tudat volt, hiszen bárhova elmegyünk az országba,
Mindig találkozunk Karcagival, vagy legtöbbször találkozunk azért Karcagival, és mindenki büszkén vallja azt, hogy ő Karcagi. Ezt az érzést szeretném a jövőben is, hogy örüljünk egymásnak, örüljünk a fejlesztéseinknek, és mi közösen legyünk erősek. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!